annyira fáradt voltam, hogy rákiabáltam borkára. Uh -huh. Tehát én rákiabáltam a lányomra, egy babára. Uh -huh. Tehát rájövöltöttem, hogy hagyd abba. Uh -huh. Ki csinál ilyet? Ettől annyira megijedtem, hogy Isten, hogy jutottam el idáig? És, 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 most is, ahogy beszélek erről, kirázaidek A mai beszélgetésben Viki gyógypedagógusként és pszichopedagógusként is megszenvedte az anyaság kihívásait, úgyhogy ebből az érdekes szemszögből fogjuk megnézni azt, hogy milyen is az, amikor egy szakember is keresztül megy a szülés utáni depresszión és szorongáson. Beszélgetünk arról, hogy a nagyszülőkkel való kapcsolatunk hogyan is hat ki a mi Anyasági élményünkre, a mi anyai létünkre, illetve hogy azon keresztül, hogy tapasztaljuk meg a kisbabánkkal való kapcsolatot. Mi is az a jó anya, mi is az a rossz anya, egyáltalán mit jelentenek ezek a szavak és fogalmak. Nagyon érdekes a beszélgetés, úgyhogy mindenképpen nézd végig. Köszönöm szépen, Viki, hogy. Elfogadtad a meghívásomat, és megosztod a te történetedet a nézőkkel és hallgatókkal. Egy pár szóban mutatkozzál be. Hát én is üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, mert ö, ö, úgy gondolom, hogy ö, mindenki történetéből lehet tanulni, és én is nagyon szívesen hallgatok másoknak a történeteit, sztoriait, élettörténeteit, mert mert mindig egy új nézőpontot világítanak meg. Én egy 42 éves anyuka vagyok, elsősorban, másodszorban gyógypedagógus, pszichopedagógus. Azért mondtam ebben a sorrendben, mert számomra az anyaság a legfontosabb dolog az életemben. Azért is, mert azt éreztem, amikor megszületett a lányom, hogy van, aki, akinek most már csak én vagyok a legfontosabb, és ez szerintem ennek a megtapasztalásának a... Tehát ez annyira egyedi kapcsolat, uh -huh. hogy egy anya gyermekek között, amit, amit szerintem, aminek a megtapasztalás semmihez se fogható. Mindig is készültem erre, tehát én nekem ez mindig is egy nagyon komoly ilyen készülés volt, hogy anya leszek, és családot szerettem volna. Mindig is azt mondták nekem, hogy nekem gyerekekkel kellene foglalkoznom, amint így a körülöttem lévők mert hogy engem úgy tudnak elképzelni, hogy sok gyerek vesz körül. Valójában így is lett. Tehát <laughs> az élete feles hogy ugye gyógypedagógusként is elsősorban gyerekekkel foglalkozom. Ugye én elsősorban pszichopedagógus vagyok, két szakom a tanulásban akadályozatok is a sem pszichopedagógia, de a fő szakom a pszichopedagógia ami gyakorlatilag, hát azt szoktam mondani, hogy olyan gyerekekkel foglalkozom, akiknek ö, ö, az érzelmi ö, szabályozásával vannak ö, problémái, akkor a viselkedésével, magatartásával, ugye akiket ADHD-snak vagy hiperaktívnak címkéznek sokszor. Ennyiben más a te munkád mondjuk egy gyerek pszichológustól, egy gyerek pszichoterapeutától? Nagyon-nagyon jó a kérdés egyébként, és igen, igen, ez, ez gyakori. Ö, hát ö, sokan, sokan nem tudják, hogy, hogy tulajdonképpen ö, nagyok az átfedések. Van egy pszichológiai műveltségünk, amellett a pedagógiát is segítségül hívjuk illetve az egyéb, egyéb tudományterületekből, amiket amiket megtanultunk. Azt is meg fogjuk nézni, hogy a te munkád hogyan áll összefüggésben az anyák mentális ö, egészségével, ö, és ezt azon keresztül is meg fogjuk nézni, hogy te hogyan élted meg az első egy évet a kislányod születése után. Amikor kiderült, hogy, hogy babát várok, akkor a férjemnek az ott az első dolga, hogy letiltott az összes ilyen fejlődéstán és hasonló könyveit a könyveim, uh -huh. Mert hogy hát elkezdtem ugye nagyon bújni ezeket, hogy Jó Istenem, ez lehet a baja, Jó Istenem, ez lehet a baja. Hát lehet esni a ló másik oldalára. Így van, is. pontosan. Hát pontosan. Adott neked egy jó alapot. Minden ágát, részét látod Igen. a az extrém uh, példáktól kezdve. Így van. És hát nyilván az extrém példákról tanulunk, igaz, tehát hogy hogy benne vannak a képek, és a mindenféle információ úristen mennyi minden lehet. Valahogy megtalálni azt a, a, azt az egyensúlyt, hogy azért felkészüljünk és le tudjunk és uh, informálódjunk Nem. a lehetséges uh, hát problémákról, azért ne uh, forduljon át valamilyen obszesszív ilyen uh, szinte már kényszerbetegségé, ahogy azon ö, agyalunk éjjel-nappal. Nekem erre kellett ügyelnem, uh -huh. hogy, hogy ne folyton azt azt figyeljem, hogy, hogy jó, ez még normális, ez még rendben van, jaj, akkor ez már nem normális, ez már arra utalhat, hogy... A tanulmányait során ö, mennyire tértek ki az anyukáknak a mentális egészségére, mert ugye ma már tudjuk kutatásukból, hogy az direkt direktbe befolyásolja a kisbabának a fejlődését, még a terhesség alatt is, illetve a születés után, a szülés utáni időszakban. Sajnos nálunk eléggé, hát finoman szóval és gyerekcipőben jár, vagy nem is tudom, babacipőben, vagy <laughs> nem is tudom, hogy milyen cipőt mondjak. Igazából egyetlen egy olyan tanárom volt, aki, aki ö, játékterápia kurzus tartott nekünk, ső volt az az első, akitől hallottam arról, hogy, hogy ne csak arra koncentráljunk, hogy fizikálisan hogyan fejlődik egy baba, amikor megszületik, ugye mire, mi az, amire figyeljünk, hanem az édesanyának, igen, akár a, a terhesség alatti és előtt gondolatai, érzései, mindaz, amit, amit ő hoz, amit ő megélt az ő anyagyermek kapcsolatába, az hogyan hat ki a mostani állapotára, és az hogyan hat a terhességre. Mindenre, mindenre, mindenre kihat egy egy édesanyja és, és a gyermek életébe az anyukáknak ugye a, a, mentális lelki állapota a terhesség alatt, illetve után is, ugye direkt bekihat a, a, kötődésre, hogy hogyan is alakul ki a kötődés a kisbabával. A kötődésről pedig ugye tudjuk, hogy az meg meghatározza, hogy egy kisbaba, ahogy nő, növöget fejlődik, hogyan fogja a világot maga körül érzékelni. Tehát biztonságban fogja magát érezni, szorongós lesz, stresszes lesz, visszahúzódó lesz. Egy kisbaba a világot az anyukáján keresztül érzékeli. Tehát, amilyen a kapcsolata az anyukával abban a korai időszakban, amennyire az anyuka ugye a kisbabának a, a sírására, bármilyen igényeire reagál és hogyan reagál, az fogja meghatározni, hogy hogyan is látja a világot, meg érzékeli a világot ez a gyermek. Ez a későbbiekben akár érzelmi viselkedés magatartás zavarokat okozhat, sőt, tovább megyek tanulási nehézségeket is. Elképesztően fontos lenne erről, erről itthon is sokkal többet beszélni, és sajnos azt látom, hogy erre semmifajta fogékonyság nincsen. Magyarországon erről miért nem beszélünk annyit, miért nem fogékonyak rá annyira az emberek, hogyha, mert azért a gyógypedagógia, amit te csinálsz, a, a pszichopedagógia azért az egy elfogadott szakma. Ö, és hogyha ez a mentális egészség, az anyukák mentális egészség ennyire szervesen kapcsolódik hozzá, akkor miért, miért, van ez Magyarországon szerinted? Van egy felül, ugye a társadalom felül az azonnali ö, eredményigény. Tehát most őszintén, az, hogy én hónapok alatt egy gyerekkel kialakítok egy kapcsolatot, és egy terápiás kapcsolatban elérünk valamit, mondjuk egy év alatt, lássuk be, ez azért, ez azért nem annyira látványos. Tehát ez egy hosszú folyamat, sokszor nehéz is, meg fájdalmas, meg, 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 meg nem is látják a szülők sokszor ennek az eredményét. Szakma sem igazán ebbe az irányba halad. Részben, mert mindenki egy picit félti a saját kis, hogy mondjam, teritoriumát. Ugye a pszichológusok szeretnek megmaradni pszichológusnak, a logopédusok logopédusnak, szóval, hogy, hogy itt a szakma szakmában sincs olyan jó együttműködés. Tehát, hogy nem tudják azt mondani, hogy feladjuk azt, hogy, hogy ez a csak az enyém, vagy az csak az enyém, ne szólj bele, hanem, hanem a közös cél érdekében valamit teszünk. Hanem mindenki egy picit a sajátját, mert az, az a, az, a jó, amit én csinálok, úgy ahogy én csinálom. Pszichológus, meg egy gyógypedagógus nem tud együtt dolgozni, az azért van, mert egyikőjük sem akarja belátni, hogy ezt ő egyedül nem tudja megoldani. Igen, szóval az elf, azt az, hogy mondjam neked, tehát az elf az az, például a szakszolgáltoknál is, hogy, hogy együtt dolgoznak, hogy tímbe dolgoznak, de valójában mégsem valósul ez meg. Kezeletlen szülés utáni depresszió és szorongás amúgy egy idő után, hogyha évek múlva is átválthat egyfajta major depresszió, vagyis egy ilyen hosszabb, súlyosabb, elhúzódóbb depresszióvá az anyukában, és hiába négy-öt éves az a kisgyerek, kinőtt már az újszülött korból, amikor ugye az a kötődés kialakul, attól még a depressziós anyukának a hangulata, a lelkivilága kihat továbbra is arra a gyerekre. Tehát ezért is fontos ezt felismerni, beszélni erről, a tüneteket ismerni. Hogyha valaki mondjuk az első évben nem kapott segítséget, attól még az sohasem késő. Tehát négy-öt éves gyereknek az anyukája ugyanúgy elmehet terápiára és segíthet önmagán, azáltal pedig a kisgyerekén is. Tanultál a kisbabákról, a fejlődésükről az egyetemen, de ugye az egészen más sokszor, amikor te magad megtapasztalod a szülést, az anyává Mesélj erről egy kicsikét. Én is beleestem abba a hibába, hogy azt képzeltem, hogy ez én hogy ez, ugye ez ugyanolyan olyan szirupos lesz, mint ahogy ugye hiába tudtam, hogy sokszor ez nem szirupos, mégiscsak úgy képzeltem el magamnak, hogy minden, minden, minden nagykönyv szerint halad majd, és akkor, és akkor mindenki boldog, és csillámpónik, és és vízben vajódás, és minden, amit masszáj, és minden, amit el lehet képzelni. Az ember ugye ezt hogy szépen ugye elzeli magának a fejébe előre, így vizualizálja, hogy, hogy majd milyen jó lesz, csak hát ugye azért ennél ez egy bonyolultabb folyamat mert én hiába képzelem el, hogyha közben részben a biológia, részben meg a mentális dolgok azért ebbe befigyelnek és bezavarnak. Látszólag minden rendben volt, és minden, tehát szépen fejlődött, és, és tényleg minden, minden, minden a, a helyén volt, mégis, mégis, tehát ott volt a szerető férj, mégis nagyon magányos voltam, tehát, hogy nagyon sokat, a férjem nagyon sokat dolgozott, és sajnos anyuk felől sem éreztem azt a támogatást érzelmileg. Azt éreztem olykor, hogy, hogy teljesen egyedül vagyok. Tehát, hogy mintha a világon egy sziget lennék, és körülöttem így így, 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 a nagy semmiség, ugye semmibe lennék. Mert valahogy, valahogy érzelmileg viszont senki nem kapcsolódott ehhez az eg, a, a terhességhez, vagy, vagy, a várandósághoz, vagy, vagy, vagy az egészhez, a babaváráshoz. Hanem mindenki csak arra fókuszált, ugye a férjem az anyagi részébe fókuszált, az anyukám az egészségi részébe fókuszált a dolgokra, és, és, úgy, és úgy ment a dolog. Tehát, hogy hogy nagyon-nagyon egyedül éreztem magam, és valójában a, a kislányom is ilyen lett, hogy hol fent, hol lent a mai napig egyébként ilyen, hogy hol fent, hol lent. Mi segített volna neked a terhesség alatt? szerintem már az is elég lett volna, és most ez nagyon banálisan fog hangzani, meg nagyon elcsépeltem, vagy sziruposan, de, de ha csak valaki megfogja a kezem, és azt mondja, hogy, hogy jó, ügyes vagy, jól csinálod, ez az, csak így tovább. Tehát ez a szurkol, vagy nem tudom, vagy így, így így, itt szuportál, így támogat tényleg csak, csak érzelmileg, hogy, hogy minden rendben. Igen, látod, milyen tök jó, jaj, daranyos, aranyos, jaj, de szép. Tehát, hogy semmi, semmi extra. Tehát, tehát azt, azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként semmi extra nem kellett volna. Tényleg. Tehát, hogy néha olyan picike is elég. És, és ezt veszem észre a munkám során is, hogy sokszor a gyerekeknek, vagy a szüleiknek is olyan icike-picike dolog elég boldognak érezzük magunkat, örülünk, hogy jön egy kis baba, mert annyira szerettük volna, az egyben egy ijesztő, visszafordíthatatlan helyzet és szituáció. És nagyon gyakori az én anyuka klienseimtől is hallom, akik táresek, hogy jó döntés volt-e? Hogy fogom én ezt csinálni? Képes vagyok-e arra? Tehát a, a kompetenciáját az anyuka megkérdőjelezi már akkor, amikor még csak a hasában van a kisbaba. Tehát ezek így szépen összeadódnak, nem beszélve, majd mondd el, hogyha esetleg ezt te is megtapasztaltad, a, a gyászról, a veszteségről, miután ennek a visszafordíthatatlan természete nyilván, hogy jön egy kisbaba, hogy akkor teljesen megváltozik majd az életem, amit egyben akarok is, de félelmetes is, mert ugye a szabadságvesztése, az a kisbaba ott lesz mindig. Tehát mindennek a kombinációja bizony kialakíthat mentális problémákat. Én magától egyébként a szüléstől féltem nagyon. Nem éreztem magam késznek arra, hogy megszüljem. Nem éreztem magam, ahogy te is mondtad, kompetensnek, vagy képesnek. Teh tehát ez, ez, nagyon fontos lett volna, hogy, hogy akkor valaki valaki olyan, és hogy de hogy is nem, hát hogy ne tudnád meg, persze, hogy meg tudod csinálni. Tehát, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy azt a fajta támogatást, hogy, hogy képes vagyok rá. És amikor tényleg, hogy közeledett a szülés időpontja, egyre jobban rettegtem. Féltem a saját ö, testemtől, vagy a saját testem reakcióitól, és így is lett. Tehát az a baj, hogy ezek önbeteljesítő jóslatként is ö, mhm. funkcionáltak, vagy bizonyultak így utólag, ugyanis ö, hát nem tágultam. Tehát elfolyt a magzatvíz, nem tágultam be sem illeszkedett Borka feje. Tehát én egyszerűen nem akartam ezt a babát megszülni. Nekem a lányom születés, a császár és az egy megkönnyebbülés volt, hogy, 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 akkor minden rendben lesz. És valahol nem így kellett volna ennek ugye lennie. Hazamentünk, akkor én úgy éreztem, hogy ugye ez a tipikus, én nem is szültem. Tehát, hogy... Hogy, hogy, nem tettem semmi erőfeszítést, nem is érdemlem meg ezt a babát, mert, mert én, én még arra sem voltam képes, hogy megszüljem. Tehát azonnal jöttek ezek, a, ezek az önostorozó gondolatok, hogy lámlám, lám, még erre se vagyok jó, még erre se vagyok képes, még ez sem ment nekem. Hm. És akkor ezek ugye görögnek tovább, tehát ugye viszik, ugye nyilván megvannak ezek az érzések, akkor ezt a baba is érzi, mert nyilván érzi, Amúgy is ugye mondtam, hogy egy aktívabb baba volt már a pocakomba, már kijöve is egy sírosabb baba volt, tehát egy nyugtalan baba volt. Na még erre ráerősített ez is, hogy én ugye ezeket az érzéseket így görgettem magamba, és akkor ez így eredményezett egy ilyen jó kis kezdetet, hogy, hogy, hogy egyfolytában nem sírt, hanem üvöltött gyakorlatilag éjjel-nappal. Porszívózni is úgy tudtam, hogy, hogy a hátamra Tettem. Amikor letettem őt, például aludni, vagy, vagy egyet letettem, akkor mindig azt éreztem, hogy, hogy magára hagytam. Uh -huh. hogy, hogy, nem mehetek ki a szobából, nem csátok semmit, mert akkor magára hagyom. Úristen, megáll a légzése, stb. Tehát, mit tudom, én bukik, és, és, és nem veszem észre, és megfullad, és szóval, hogy ilyen, ugye ezek, ezek a, gondolatok, és, és és ezek, ezek miatt ugye nem hagytam magára. Oké, okay, de hanem, hogy ott magára nem tudsz pihenni, te hát, hogy... <laughs> És még több ilyen gondolatod lesz. Úgyhogy ezek így szépen, így, így ügyesen ez, formáltam ezt a dolgot, így tudattalanul persze teljesen, de igen, igen. És akkor eljött egy olyan pont, ahol, ahol amikor már tényleg ilyen annyira fáradt voltam, hogy komolyan megijedtem magamtól. És az a baj, hogy abban a pár hónapban, az első pár hónapban azt hiszem, hogy talán a ö, öt hónapig voltunk anyukámnál, mert felújítottuk a lakásunkat, és a férjem azon. És ez a másik probléma, hogy a férjem nem tudott ebben segíteni nekem, mert, mert dolgozott, mert a lakást felújította, én anyukáminknál laktam. Azt gondolom, hogy nekem van szerintem a világon a legjobb férjem. Mert tényleg éjjel kettőkor följöttem sírva, hogy ez vagy az, vagy így vagy úgy gondolom, akkor, akkor végighallgatott, és megpróbált ő megnyugtatni. Édesanyámmal nekem alapvetően sem annyira közeli a kapcsolatom, így érzelmileg persze. Üm, és akkor sem volt ő alkalmas arra, hogy ebben támogasson engem. Az a generáció biztos ismered ezt a generációt, vagy ezt, ezt a gondolkodás volt, hogy hagyjuk sírni, mert tágul a tüdeje. Kutatás fejlődik, tudjuk, hogy az első évben konkrétan lehetetlen elkényeztetni. Így van, egy... így van, így van. Nem tudod, ha akarod, se tudod. Így van, így van, így van, és ez, ez, szerintem a legfontosabb. Én, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb mondat vagy gondolat, hogy, hogy, hogy első évben nem tudod elk... így van, elkényeztetni. Tehát nincs, az a, nincs az, a, az, a, az az anyai szeretet, gondoskodás, melegség, ölelés, bármi, ami, ami, túl sok lenne, vagy, 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 ártana. Tehát igen, én is így gondoltam, és anyukám nem így gondolta, úgyhogy ebből volt köztünk egy kis, hát hogy is mondjam, csak ellentét. Nem igazán tartotta be azokat a határokat, amiket... Um, ugyan, tehát ott volt fizikailag, de valahogy mégse sikerült azokat a határokat betartani, amik, amik azt adták volna, hogy én kompetens édesanyja legyek. Neki nyilván nagyon határozott elképzelései voltak arról, hogy mit hogyan kell csinálni és ezt elég erősen a tudomásomra is juttatta, tudod, tehát, hogy nem kell az a ruhát, tam, 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 tehát, hogy úgy mindenbe. Miért szoktatod ennyit? És amikor már sorra ezzelnek meg abba, hogy na, még ezt se csinálod, jó? Tehát így, 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 na, és akkor ehhez jött minden más. Úgyhogy így ezek így, ezek így kettő együtt egy csodálatos volt, és akkor a férjem egy pillanatban azt mondta, hogy akkor most kocsiba ül, lejön értünk, összepakol és, és, és fölhoz, mert olyan gondolataim voltak, amik, amiket már, amik már őt is megrémisztették. Tehát így sírva hívtam fel egyszer így éjszaka, hogy, hogy én, 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 félek. Tehát én rettegek attól, hogy, hogy valamit teszek. Mert, mert már ott tartottam, hogy annyira fáradt voltam, hogy rákiabáltam borkára. Mm -hmm. Tehát én rákiabáltam a lányomra, egy babára. Mm -hmm. Tehát rájövöltöttem, hogy hagyd abba. Uh -huh. Ki csinál ilyet? Szóval, hogy, hogy, ez, ettől annyira megijedtem, hogy úristen, hogy jutottam el idáig? És, és, és most is, ahogy beszélek erről, kirázaidek, tehát um, akkor így sírva hogy, hogy én ezt csináltam, és, és Úristen, tehát, hogy itt valami nagyon-nagyon nagy baj van. Tehát én csúszok bele valamiben, aminek nagyon-nagyon súlyos vége lehet, és lehet, hogy ez most banálisnak hangzik, hogy, hogy rákiabáltam, de, de nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent a rázott baba szindróma, és bennem ez rögtön így, mint valami lámpai ting fel, hogy atya úristen, ennek akár az is lehet a következménye, vagy a vége, vagy, vagy hát még akár annál rosszabb is, mint tudjuk. Tehát, hogy, hogy én, én nagyon megértem akkor ott magamtól. Attól féltél, hogy esetleg bántani fogod? Hát akár őt, akár igen, magamat. Tehát, hogy, hogy nekem régebben, nagyon régen voltak ilyen gondolataim, és féltem, hogy valamelyik be fog egyszerűen így tolulni a, 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 a be, és egyszerűen egyszer valamit csinálni fogok, ha nem vele, akkor magammal, de valahogy véget vetek ennek a áldatlan helyzetnek és állapotnak. Akármennyire is nehéz lesz, megoldjuk valahogy, de ki kell abból mozdulnod. Hiába voltál az anyukádnál, okay. ö, tűnik, hogy ő nem segített neked a kislányoddal így éjszaka, hogy te mondjuk tudjál aludni, mert hogy az ő Látásmódja az volt, hogy csak hagyjad, hadd sírjon. Igen. Ez pedig aztán direktbe kihatott a, a te kialvatlanságodra, mert Igen. ugye neked kellett felébredni, neked kellett ellátni, és minél kialvatlanabb vagy, annál inkább irritáltabb, annál inkább lehangoltabb, depressziósabb, szorongósabb annál inkább ö, ugranak be vagy ugranak fel a fejedben ezek az ijesztő gondolatok és amit leírtál, hogy úgymond elveszítetted a türelmedet a kislányoddal és rákiabáltál, ez egyben nagyon ijesztő is magának az anyukának is, másrészt meg amúgy nagyon gyakori is. Pontosan ezért nagyon fontos, hogy segítsük az anyukákat éjszaka is, napközben is, hogy az az anyuka tudjon valamennyit pihenni, egy van, akit a napi 24, a nap 24 órájában ugye el kell látni. Hiába vannak körülöttem emberek, a nagyszülők, de ha az a segítség, amit tőlük kapok, az számomra nem az a segítség, amire szükségem van, akkor, akkor nincs ott a helyem, akkor ezen valamit változtatni kell anyukák felismerik, hogy mi a segítség nekem, mert azért, mert valami működött mondjuk a te anyukádnak, vagy a te testvérednek, az nem jelenti azt, hogy neked az lesz. Utóra megkaptam ezt egyébként, így a család többi tagjától is, hogy, hogy hát azt hittük, hogy te olyan stramcsaj vagy, vagy olyan talpra esett, vagy hogy neked ez menni fog, nem is értettük, hogy mi van veled. Utána három hónapig nem beszéltem a, az édesanyámmal, tehát három hónapig nem, nem beszéltem vele, nem is te se telefonon sehogy. Mm -hmm. és, aztán, és aztán följött egyszer, és, és akkor ő bocsánatot kért, de én ezt a gesztust nyilvánvalóan értékeltem, és, és nyilván nem akartam őt véglegesen kizárni az életünkből, vagy az élet vagy a gyerekem életéből. De nagyon-nagyon nehéz a mai napig megszabni a határokat. Tehát ez a határszabás, ez, ez szerintem alapvető. Tehát én ezt, ezt oktatnám az iskolában, nem tudom, matematika, meg nem tudom, mi helyett időnként. Lehet, hogy én is hibás voltam, mert azt gondolom, hogy ne haragudj, anyu, nekem ez nem segítség, nekem arra van szükségem, hogy... Mm -hmm. és, akkor, és akkor lehet, hogy, hogy nem folyul idáig a dolog. De én sem voltam eléggé tudatos ebben, vagy én sem voltam eléggé ö, a személyiségfejlődésnek azon a szintjén, hogy erre képes legyek. Nagyon sok idő, ö, terápia, stb. kellett ahhoz, hogy ezeket ne csak lezárjam, hanem kommunikálni is tudjam. Azt tudatosítani önmagadban, hogy nem arról van szó, hogy te nemet mondasz neki, hanem Igen. arról, hogy igent mondasz magadnak a saját igényeidnek, amire szükséged van. Így van, így van, így van, így van. És és, 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 és hogy ezt, ezt kommunikálni. Tehát, hogy, hogy ezt elmondani, hogy én ezt szeretném, erre van szükségem, erre vágyom. Mi sarkallott téged arra, hogy felkeress egy szakembert? Nekem édesapám pánikbeteg. Ö, mikor a férjem kapott egy egy hónapos ilyen külföldi, hát nem tudom, utat, vagy tehát ilyen, ilyen munka, munka, munka végzésre lehetőséget, akkor, akkor én egyedül maradtam itt a két száll, és mielőtt kiment, rám ilyen pánikrohamok törtek. Uh -huh. Na, gondoltam, örököltem, vagy hajlamot rá, tudod. Hát ugyanaz a megküzdési mód, nyilván, hogy apukám küzd meg dolgokkal. Ha és, és hát, hát ez így nem lesz jó, hogy itt maradok a két gyerekkel, és is négy produkálok, akkor ez így nem, nem lesz túl jó. Az ember, ember abba hitbe ingatja magát, hogy ó, hát ezzel nem is kell foglalkozni. Tehát iszonyatos energiákat fordítunk arra, hogy ugye ezeket elnyomjuk, ezeket a <laughs> mindenféle rossz érzéseket. És aztán, és aztán igen, jön egy élethelyzet, ahol ezek elemi erővel sokkal erősebben törnek föl, és mert mert azok ott vannak, tehát ugyanúgy helyet kérnek, tehát el, ezek nem múltak, csak ügyesen, szépen én azokat elmaszkoltam. Nem lett azt mondani, hogy ott lezárult, kész, vég volt a terápiának minden rendben, és De. akkor azóta is minden, minden oké, okay, tehát hogy ez nem így működik, hanem az egy jó indulás volt, egy jó kezdés, egy egy, egy jó lökés arra, hogy, hogy hogy akkor akkor hogyan kell tovább haladnom. A lányom egyébként rendkívül jó visszajelzéseket adott, már egész pici korától kezdve, de ami nagyon-nagyon ami, ami fontos, hogy mindenhova a lakásba ö, odaírogatta, amikor már írni tudott, meg elég hamar megtanult, hogy ö, anya jó vagy. Jó anya vagy. Mindenhova. Egy, a a not eszembe a hűtőre egy a, a, bárhova, tényleg, ahova, ahova, le lehetett ezt írni, azt ő leírta a forra. Tehát, hogy tök mindegy, jó anya vagy, meg jó vagy. Egyrészt intuitívak a gyerekek, mennyire megérzik, és hogy milyen módon tükröt tartanak neked. Így van. Azért mondom, hogy csak figyelj oda. Én, úgy, én azt mindig azt szoktam hogy csak figyelj oda, biztos, hogy azt fogja mutatni. Egyrészt, amit nem akarsz látni. Másrészt, Másrészt, másrészt amit, 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 tehát, hogy ahol a probléma van, szóval, hogy biztos, biztos, hogy meg fogja mutatni. Amikor már tényleg az 5-6 éves gyerekem mondja, hogy anya, hidd már el, hogy menni fog, és hidd már el, hogy jó vagy, akkor, akkor ott, ott, ott biztos, hogy valami nagyon-nagyon nem stimmel. Mert akkor, akkor én nem hiszem el. Se, se magam, és, és, akkor ezzel közvetetten benne sem bízom, ugye? Tehát, hogy akkor megfogalmazódik annak a sem magamba, se benne nem bízom. Mi lenne az a három tanács, amit egy új anyukának adnál így a saját tapasztalat alapján? Egyrészt higgyél magáról, hogy képes, képes lesz meghozni. Bízz abban, hogy az adott szituációban, bárhogyan is dönt, az, az úgy lesz jó, akkor és ott. És utólag ne törrengye rajta, hogy miért nem így döntöd ott akkor abban a szituációban azoknak az információknak a birtokában a legjobb döntést hoztad meg. Tehát én, ez, nem, ez, az egyik legfontosabb dolog, hogy, hogy, hogy ne kérdőrezze meg örökké saját magát. Másik, hogy mint édesanyja, ő a legkompetensebb a gyermeke dolgainak az eldöntésében, mikor van szüksége alvásra, ivásra, evésre, mire van szüksége. Lehet hallgatni a tanácsokat, tanácsokat is lehet kérni. Persze, sőt, kell is. Jó kezek a tanácsok, mert igen, néha sokszor egy új új nézőpontot villantanak fel, de alapvetően, igenis, jó az édesanyja, ő tudja a legjobban, és ha ő úgy érzi, hogy, hogy arra van szüksége a babájának, hogy naponta 5660 szoretesse meg, akkor annyi szoretesse meg. A harmadik a türelem hogy adjon időt magának és a babájának. Ne várja azt, hogy amikor megszületik, akkor, akkor rögtön minden menni fog. Nem fog menni. Hiszen az egy, egy idegen, egy másik ember, akit meg kell ismerni. Ugye amikor, amikor, kapcsolatban, tehát amikor, amikor az ember a férjével vagy párjával megismerkedik, az is idő, igaz? Mire megismerjük egymás szokásait, egymás nem tudom, hogy ő ezt szereti, azt Dilieit, ugye, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát ez a dilie. Hát ugyanígy van a babával is könyörgöm. Tehát az is egy, egy önálló kis személyiség. Tehát ö, ö, az maga kis dilijeivel. Úgyhogy, úgyhogy adjunk időt magunknak is, meg neki is. Ugye egymást őnek is meg kell minket tanulni, meg, meg nekünk is őt. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog az idő, a türelem. Ki fog alakulni a napirend is? Tehát kell rá törekedni, és, és nyilván fontos a napirend. De mi már a második nap nem tudom, négy órára etetni, és, és, és altatni, és ja Istenem, hány órát aludt, és nem tudom, majd kialakul a szépen lassan türelem. Szóval, hogy, hogy én, én, ezt mondanám leginkább, hogy, hogy talán ez a három a, a határszemes ugye, amit már többször mondtunk, de, de szerintem ezek a legfontosabbak. A türelem az amúgy szerintem is egy annyira egy fontos ilyen szőlőpe tényleg a, az anyaságnak amúgy bármelyik szakaszában, hogy türelmesek legyünk, nem csak a gyerekeinkkel, hanem önmagunkkal szemben is, és ez amúgy nagyon-nagyon nagy kihívást jelent szerintem, nagyon sokunknak, nekem biztosan. Nekem amúgy, is. Mert a türelem is egy, egy képesség, amit ugye valahogy ki kell alakítanunk. Segítséget kérni fontos, Határokat megszabni fontos, és mindezt törelemmel tegyük. Köszönöm szépen, Viki, hogy, hogy beszélgettél velem is tényleg, hogy megosztottad a történetedet, illetve a szakmai tudásodat. Nagyon sok anyukának, szülőnek segítettél ezzel. Ha tetszett ez a videó, és érdekel az anyák szülők mentális egészsége, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornámra. Ha pedig te is szívesen beszélgetnél a saját tapasztalatodról, az anyává válasú történetéről, akkor mindenképpen írjál nekem, mert nagyon szívesen várnálak téged is az egyik beszélgetésembe.